Erős vár a mi Istenünk. Ma estére egy történetet hoztam önöknek. Egy ember elment levágatni a haját és megigazítatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek, és nagyon sok mindenről szót ejtettek. Végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette, én nem hiszem, hogy Isten létezik. Miért ilyen biztos benne? Kérdezte a vendég. Csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létezik Isten. Ha létezne, hogyan lenne annyi beteg ember a világon? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem volna. El nem tudok képzelni egy olyan Istent, aki mindezt megengedné. A vendég gondolkodott egy rövid ideig, de aztán úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrász felvetésére, nem akart vitába keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, elbúcsúzott tőle, és kilépett az utcára. A következő pillanatban az utcán meglátott egy embert, akinek hosszú, ápolatlan volt a haja, és bozontos a szakálla. A vendég visszalépett, belépett a fodrászüzletbe, és megszólította a fodrászt. Tudja, mit mondok? Nem léteznek fodrászok. Hogy mondhat ilyet, uram? Hát éppen az imént tettem rendbe a haját és a szakállát. Én itt vagyok, mint fodrász. Nem, erősködött a vendég, fodrászok már pedig nem léteznek. Hiszen ha léteznének, akkor nem lennének hosszú hajú, loboncos és ápolatlan emberek. De hát attól még léteznek fodrászok, válaszolta a mester. Tehetek én arról, hogy az az ember ott kint az utcán nem jön be hozzám? Hát ez az, bólintott rá a vendég. Éppen erről van szó. Isten is létezik. Tehető arról, hogy az emberek nem fordulnak hozzá, hogy nem keresik őt meg. Ezért van olyan sok fájdalom és szomorúság a világban. Úgy, mint a fodrász, mi is sokszor vitatjuk Isten létezését. Őt okoljuk a problémáinkért, a szenvedéseinkért, a sikertelenségünkért. Amikor halljuk az evangéliumot, akkor meghívást kapunk az Isten országába, de nagyon sokszor mi csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy nincs nekem erre időm. Most még van időnk. Életünk során bármikor megkereshetjük az Istent, és ő az örök életet ajándékozza nekünk. De a halál után erre már nem lesz lehetőségünk. Rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk.